A belügyi szervek önmeghatározása szabad kezet adott arra, hogy a BM maga döntse el, kit tekint a rendszer potenciális ellenségének, és alkalmazza vele szemben az operatív megfigyelés eszközeit. Ezek közül a legáltalánosabb a követéses figyelés volt, a témával külön tankönyv foglalkozott. Gyalogos figyeléskor hibás módszer és feltűnést kelt, ha hirdető oszlop, fa vagy gépkocsi mögül leskelődünk. Helyes, ha a nyomozó tekintete nincs állandóan a célszemélyen, hiszen az bármikor visszatekinthet, és a szemkontaktus gyanakvást idézhet elő. Hasznosnak bizonyulhat a nyomozók külsejének időközönkénti megváltoztatása. A kabát, kalap, szemüveg vagy esernyő cserélgetése nehezíti a figyelők felismerését. A ruhaviselettel mindenkor a környezetbe kell illeszkedni. Nyáron a feltűrt ingúj, a napszemüveg, egy kézihálóban vitt gyümölcs vagy zacskós tej nem sejtetik a célszeméllyel, hogy nyomozók végeznek figyelést. A nyílt dokumentálás és a gyalogos követés mellett a megfigyelők sokszor rejtett fényképezőgépeket és rejtett kamerákat is használtak. Az ilyen akciókat az operatív figyelő és környezettanulmányozó osztály munkatársai végezték. Dokumentumfelvételeket készíthettek lakásból és irodából pontfigyeléssel, vagy mozgás közben álcázó táskából. A Robot Star 2-es típusú fényképezőgéppel 35 mm-es filmre kétszeri felhúzással 50 felvétel készíthető. Az egységes álcázó mechanika elhelyezhető bármilyen méretű női vagy férfi táskában, amely magában foglalja a gépfelfogót, a táska típusától függően a variálható álcázó rózsát és az exponáló szerkezetet. A gép egyetlen mozdulattal behelyezhető a gépfelfogóba, amelyben automatikusan rögzítődik. A táska bezárása után az eszköz csak akkor üzemképes, ha az álcázót a békazár nem takarja el. A konspirált dokumentálás eszköze az EOMIGETTE típusú Super 8-as filmfelvevőgép, amely elektromos meghajtású. Az alkalmazás leggyakoribb hibája, hogy a helytelen táskatartás miatt a célszemély kimarad a képből. Példánkban a figyelt szemét követve a Blaha Lujza térre érkezünk. Magatartása arra utal, hogy vár valakit. A figyelő elfoglalja a megfelelő helyet, majd dokumentálja a találkozót. A gyakorlatnak megfelelően ne feledkezzünk el a helyszín egyértelmű bemutatásáról sem, amely történhet a találkozót követően is.